Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. A hajnali havazás és az éjszakai viharos erejű szél ellenére biztosak lehetünk benne, hogy idén is lesz tavasz. Ebben reménykedtek a hétvégén azok a motorosok is, akik egyebek mellett egyéni vezetéstechnikai gyakorlaton is részt vehettek a biztonságos közlekedés érdekében szervezett motoros nyílt napon. A szezonindító rendezvényen vezetői tudásuk felfrissítése mellett járműveiket is átvizsgáltathatták a kétkerekűek tulajdonosai. Hányan voltak a nyílt napon, miért fontos a motorosok célirányos felkészítése? Aki elmondja, Kató Zoltán rendőralezredes, a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési és vizsgálati alosztályának vezetője. Jó estét kívánok, alezredes úr! Jó estét kívánok, és tisztelettel köszöntöm a nézőket is! Alezredes úr, köszönöm, hogy vállalta ezt a kis beszélgetést. Hát, hogy sikerült ez a műszaki nyílt nap? Először is csatlakoznék az a gondolathoz, amit ön is mondott, hogy elég furcsán hat azt mondani, hogy jön a tavasz a tennapi nap után, de mégis bízunk abban, hogy azért most már a hosszú távú előrejelzések alapján is melegszik szép lassan az idő. Ilyenkor mindig nagyon fontosnak tartjuk minden évben elmondani, hogy megjelennek az utakon azok a közlekedők, akikkel ugye az elmúlt hónapokban, a téli időszakban nem nagyon találkozhattunk. Ugye ilyenek a kerékpárosok, segédmotoros kerékpárosok és a motorkerékpárosok is, de a gyalogosokról sem feledkeznék el, mert azért a nyár beköszöntével nagyon sokan döntenek úgy, hogy a gépjárművet leteszik, és ha már jó az idő, akkor sétálunk a munkahelyünkre. Mindegyik külön közlekedési csoportra mondhatjuk azt, hogy megvannak a speciális tanulságok. Őket egyébként védtelen közlekedési kategóriába soroljuk a rendőrségen, nem véletlen, hiszen ők azok, akiket semmilyen tényező nem védi egy esetleges baleset bekövetkezés esetén. Nincs egy karosszéria jelen körülöttük, ami esetleg megakadályozna őket abban, hogy megsérüljenek egy baleset során. Tehát mind a kerékpárosok, mind a motorosok esetében egy ilyen szituációban a sérülés veszély az nagyon magas, szinte elkerülhetetlen. Ezért is gondoltuk azt, hogy egy felkészítési tartunk a motorosok részére, amelynek során nem csak a műszaki állapotát vizsgálják el szakemberek, hanem a motorosokat is megpróbálják felkészíteni az idényre, ha nevezhetjük így. Szép számban voltak egyébként látogatók, nagyon örültünk neki, bár az időjárás nem kedvezett ennek a rendezvénynek. Mutatjuk is a nézőinknek, ott készült felvételek, hogy azért voltak itt tócsák, amit kellett kerülgetni. Igen, sajnos ezt nem tudjuk befolyásolni, mi jó időt rendeltünk, de sajnos nem azt kaptunk. Ennek ellenére azért jó hír az, hogy most hétvégén, tehát elsőjén is egy hasonló rendezvényt fogunk tartani. Szintén ingyenesen látogatható, és nagyjából ugyanezeket a lehetőségeket megkapják az oda látogatók, tehát szakemberek segítségével műszaki átvizsgálását végezhetik el a motorkerékpároknak, valamint ott a mentorok segítségével egy kis vezetéstechnikai képzésben is részt vehetnek. Mik a leggyakoribb baleseti okok egyébként? Meg hogy fogadják maguk a motorosok? Találkoznak visszatérő arcokkal? Természetesen igen, tehát azért az a tapasztalat, hogy ezekre az általam meghirdetett rendezvényekre visszatérő arcok vannak. Mi nagyon sajnáljuk, hogy kevesebb az új arc, lehetne sokkal több. Bízom benne, hogy akár most hétvégén, ha jobb idő lesz, akkor sokkal többen fognak kilátogatni erre a rendezvényre, mert mindenki számára fontosnak tartom, hogy részt vegyen egy ilyen képzésen, ez csak a hasznára válik mindenkinek. Egyébként a leggyakoribb okok sajnos már évek óta a sebesség túllépésből adódnak, valamint az elsőbség alás elmulasztása, ami a motorosokat nyilvánvalóan még jobban érinti. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy egy motoros részéről, amikor egy útkereszteződésbe érkezik, és akár védett útvonalon halad, mindig azt mondjuk, hogy vegye fel a szemkontaktust a gépjármű vezetővel, biztos, hogy látja, biztos, hogy észleli őt, és csak akkor fog tudni arról meggyőződni, hogy nem fog elé kifordulni, ha látja, hogy igenis lát engem, meg fogja adni az elsőbséget a részemre. Visszatérve ugye a műszaki átvizsgálásra, mindig elmondjuk, hogy a motorkerékpárokkal lehetőleg úgy vegyenek részt a forgalomban, ugye több hónap után előveszik a garázsból ezeket a járműveket, műszakilag legyenek rendben a világító berendezések, fékberendezések, a gumiabroncsok állapotát nagyon fontos ellenőrizni, és mindig fontos azt figyelembe venni, hogy bár szép az idő, és egyre jobban melegszik a levegő hőmérséklet, az aszfalt hőmérséklet azért lassabban követi ezt a melegedést, nem biztos, hogy
hogy ugyanúgy áll meg a motorkerékpár egy szituációnál, mint egy melegebb aszfalton. Alezredes úr, visszatekintve az elmúlt évekre, százalékosan meg tudjuk-e mondani, hogy körülbelül hány százalékban balesetek elszenvedői, résztvevői motorosok? Azt tudom mondani, hogy ebben az évben is meglepődtünk egy kicsit. Nem volt olyan túl erős a telünk, és ez sajnos észrevehető volt az utakon is. Azt tudom mondani, hogy ebben az évben például a kerékpárosok száma, kerékpáros okozók száma, akik a baleset okozták, megduplázódott a tavalyi évhez képest. Enyhébb volt az idő, hamarabb elővették a kerékpárokat, és ez sajnos meg is látszott a statisztikában is. Nagyjából egyébként úgy a balesetek 5-10%-át teszik ki a védtelen közlekedők által okozott balesetek, de ebbe beletartozik a motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, valamint a kerékpárosok is, illetve a gyalogosok által okozott balesetek, mert sajnos ilyen is előfordul. Autósok, gyalogosok, motorosok, biciklisek viszonya hogyan alakul? Van-e ebben valami fajta előrelépés? Ugye szoktuk mondani a közlekedési kultúrát, hogy hát azért ezen van még mit csiszolnunk. Igen, és sajnos továbbra is ezt lehet mondani, hogy van mit csiszolni. Próbálkozunk mindenféle kampánnyal, amelyben felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Sajnos a gépjárművezetők is figyelmetlenek, és nagyon sok esetben előfordul, hogy nem veszik észre a motorkerékpárost, vagy alábecsülik annak a sebességét, hiszen, mint ahogy a kollégám is az elmondta, ezen a rendezvényen, nem tudom, hogy ez a nézők számára ismerte, hogy volt egy kolléga, aki megpróbálta felhívni a figyelmet egy ilyen elmósisakkal, és nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, amit ő elkezdett, és ő is elmondta, hogy egy motorkerékpár nem úgy gyorsul, mint egy gépjármű, és ezt sajnos alá szokták becsülni a gépjárművezetők is. Nem feltétlenül kell, hogy túllépje a megengedett sebességet, de azt a megengedett sebességet hamarabb fogja elérni a motorkerékpáros, mint egy személygépkocsi vezető. Tehát autós kollégák, autós társak, használjuk azt a visszapillantó tükröt. Nézegessünk bele, pillantsunk bele. Így van. Még egy utolsó zárásként erre az esélyi rendezvényre. Hova mehetnek, akit érdekel, mit keressen? Honlapon bárhol talál erre információt? Természetesen honlapon elérhető minden információ ezzel kapcsolatban. Egyébként, ha lehet reklámozni, az Ossolyan parkolójában kerül megrendezésre elsőjén ez a rendezvény, és talán reggel 8 órától, hogyha jól emlékszem, várják az érdeklődőket, és mint ahogy mondtam, egy teljes körű műszaki átvizsgálásra számíthatnak a motorosok, valamint mentorok segítségével egy felkészítő tréningre ott a helyszínen. Reméljük, hogy akik néztek minket, vették az információt, és sokan lesznek a tréningen. Bízom benne, hogy egyre többen. Alezredes úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást, viszontlátásra.